Sóspelecet. Sóspelecet. Ez valami régi recept? Én nem tudom. Ezt én találtam otthon, és aztán az volt a probléma, hogy én tudtam, hogy ezt szoktuk sütni, meg régen a nagymama is mindig szokta mondani, hogy hát, hogy ezt még innen hozta a szőnyémből ezt a receptet, de hogy arra már nem emlékeztem, hogy hogyan. És aztán akkor végül is mondtam, hát jó, mindegy, akkor valahogy majd utána járunk, hogy hogy is készül. Aztán akkor így megegyeztünk, hogy megpróbáljuk otthon, kipróbáltunk, hogy fog-e ez működni. A lényege annyi talán, hogy azért is volt nagyon kedvelt recept, mert hogy egy teljesen egyszerű, nincsen benne semmi más, csak liszt, só, cukor, meg víz, meg tej. És nagyon-nagyon kedves. Jöttem megnézni, hogy öregségemre tanulok meg sütni. Kocsuska, sütöttem háromszor azóta látom. Ja, te nem akarsz dagasztani? Barátom. Én morálom. Nem, ha miért nem? Majd besegítik valami. A Régészeti Múzeum és Tájház portája a farsang ideje alatt sem ásítozott az ürességtől, mert Schweitzer Edina és Baracska Árpád akkor elégedett, ha időről időre finom illatok, kíváncsi, vidám gyerekek és felnőttek töltik meg a parasztház minden zugát, hogy egyrészt jól érezzék magukat, másrészt meg hazavigyenek valami újdonságot, ami a házi asszonyok receptáriát gazdagítja. Az idei farsangban Edina gyerekkorából felsejlő régi, egyszerű, de ízletes recept jutott főszerephez. A tájház leghátsó helyiségében, mert minden egyes zug valami mással csalogatta a rendezvényre érkezőt, kapott helyet a perec sütés. Mokos Valéria és lánya a konyhában vert tábort. A szappankészítés volt a téma. A kecsketejes alapanyaggal szívesen dolgoztak a gyerekek, hiszen olyan állatfigurát formázó szappanok készültek, ami minden kisgyermeket munkára ösztönzött. Csak gyűltek a kutyus, mackó és egyéb szappanok. Ilyen jó, hogy minden gyerek szinte tucat szám vitte haza a szappant. Akkor még csak mosolyogva szögeztük le, hogy jó bespájzoltak a gyerekek. Mára valóság lett. A Marcell házi szappankészítőkkel nem csak szappant lehetett önteni, de Valéria csinos kis virágkosarakat is készített közben, kizárólag szappanból. A tiszta szobában Sárai Melinda várta foglalkozással a gyerekeket, apró tavaszi dekorációt készíthetett minden résztvevő. Közben a tészta is megkelt, s amint látható, lányok, asszonyok, nagymamák sodorták a perecnek valót. És nyomd, és aztán így szép. Ahogy otthon szokjuk, tudod? Honnan veszem ezeket, hogy megadom? Otthon is szoktál tésztát gyúrni? Igen. Anyával? Igen. És mi mindent szoktatok sütni? Na? Kalbász. Kalácsot. Kalácsot. Pizzát. Hát te igazi szakácsnő vagy akkor. Thank you.
A hátsó szobában foglalt helyet a maszkot gyártó szekció. Norbert barátunk a dagasztás helyett épp ezt az elfoglaltságot választotta, sőt, két személyes alkotócsapatot hozott létre. Mit szólsz? Sollít. Aha, ki kell festeni. Ki kell festeni. Hát ebben az időszakban a szülők is lázban égnek, hiszen a maszkabál a család minden tagjára feladatot szab. Így ezen a délutánon elkészülhettek azok az arcmaszkok, amelyek a következő hétfőn megrendezett csongrádi maszkabálban megjelentek a karneváli felvonuláson.